Jó estét kívánok, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora. Eredményes évet zárt vásárosnamény, a városban a marketing munka és a gazdaságfejlesztés is kiemelkedő volt idén. Ezzel is foglalkozunk a mai műsorban, előtt azonban mutatjuk a teljes kínálatot. Strandfejlesztés Dombrádon, bővülnek a szolgáltatások a Tisza parton. Évzárás, eredményes esztendő Turisztikai fejlesztés Tivadaron az egykori úttörő táborújul meg. Uniós forrásból fejlesztik a Dombrádi Szabad strandot. Játszóteret, irodát és raktárépületet építenek, emellett kerékpártárolót és kajakkenú kölcsönzőt alakítanak ki. A település polgármestere azt mondta, 5-6 ezeren keresik fel a folyópartot, sokan messzebbről érkeznek hozzájuk, őket is méltó módon szeretnék kiszolgálni. Hosszabb távon pedig a horgászturizmust is tervezik fejleszteni Dombrádon. A Vármegye észak-nyugati szélén a Tisza Balparti oldalán fekszik Dombrád. A település nevét 1067-ben említi először oklevél. A vízi utat leszámítva ma már csak közúton érhető el a város, korábban azonban itt közlekedett a Dombrádot Nyíregyházával összekötő nyírvidéki kisvasút, amelynek ez a vonala 1905-től 2009-ig volt használatban. A Dombrádi Szabas strand a Tisza felső szakaszának egyik legszebb homokos, lassan mélyülő strandja. A top turisztikai pályázatában ennek fejlesztését tűzte ki célul az önkormányzat. A beruházás jelenleg is zajlik, parkoló és játszótér épül, a területen iroda, raktár és szanitár konténereket is elhelyeznek. 2023. december 15-ére a jelenlegi állások szerint át fogunk tudni adni egy 500 méteres parkolót. Ott lesz három darab irodakonténer. A három darab irodakonténerben, mivel a Tiszaparton vagyunk nyáron, a turisztikát reklámozni kell fejleszteni. Abban van betervezve 20 darab biciklinek a kölcsönzője, kajakkenú kölcsönzés lesz Domrádon. Van egy szociális szövetkezőnk, ami helyi termékeket gyárt, úgyhogy fokhagymakrémet, domrádi haragost, az egy Csili krém, meg egyéb kézműves termékeket hát azt szeretnénk itt a turistáknak árulni, mert hiába mondjuk az, hogy domrád a Tiszaparton van, de a Tiszapart, aki eljön, azt mondja, hogy ja, igen, szép ez a Tiszapart, de mit lehet itt csinálni? Ezért szeretnénk a aktív időtöltést kicsit fejleszteni, hogy jól, hogy tovább maradjanak, mert ha, ha itt marad a turista, itt költél a pénzét, az jó az önkormányzatnak, jó a helyi vállalkozóknak, a kézműves termékeket, hogyha el tudunk adni, az jó a szociális szövetkezetünknek, magyarul jó az egész településnek. Ott lesz egy játszótér kialakítva, kamerarendszer lesz itt a Tisza parton kiépítve, és hátul lesz két darab konténer, ami szociális konténer lesz, mozgáskorlátozott vécével, zuhanyzóval, hogy pont ez, hogy a olyan kettős helyzetben vagyunk, hogy az önkormányzatnak itt saját tulajdonú szociális blokkjai nincsenek, a vállalkozóval kell, itt a helyi vállalkozóval kell szerződést kötni, hogy tudják használni ott a, szálló, vagy a turisták, a fürdőző vendégek, így próbálnánk gyakorlatilag segíteni a strandolóknak, hogy akkor legyen egy zuhanyzási lehetőség, vécézési lehetőség. Gyakorlatilag a fürdőző létszámunk olyan 4000, 5000 vagy 6000 között szokott lenni, abból, ahogy, ahogy meg szoktuk nézni, egyre több az idegen fürdőző, mert mint aki látja, hogy a Covid után itt a Tiszapart időrendszer is felfejlődött, gyakorlatilag elmondhatjuk, hogy alig van eladó ház, mindenki költözik ki úgymond egy nyugodt környékre, csak hiába költözik ki, hogyha az infrastruktúrát nem tudjuk nekik biztosítani, akkor úgy vannak vele, hogy miért pont Domrád, akkor lehet menni máshová, ezért szeretném ezt a részt még fejleszteni, mert hiába elmondjuk, hogy Domrád, a Tiszapart, e, e, ilyen jó itt, olyan jó itt, csak hát az infrastruktúrát ahhoz be kell fejleszteni, hogy most ne csak mi mondjuk, hogy milyen jó nekünk a Tiszaparton, hanem aki idején sok Debreceni van, hogy ők is azt mondják, hogy igen, megéri Debrecenből ide kocsikázni, mert jó a levegő, tudok Strandolni normális körülmények között, mert a víz tisztasággal nálunk sosincsen probléma, itt nagyon tiszta a víz, mindig megfelelünk mindenféle előírásnak, csak ha nincsen kiépített rendszer, akkor mit csináljanak itt, akkor egy napig jó, és ez lenne pont a cél, hogy tovább tartózkodjanak itt a turisták. Az önkormányzat tervei között több átfogó az idegenforgalom fejlesztését célzó beruházás is szerepel. A horgászturizmus szeretném még fejleszteni, mert az lenne a lényeg hogy az egész történetből, hogy ne csak három hónapról szóljon ez a szezon, hanem próbáljunk olyan szálló vendégeket, hogy itt van a Tisza csónak kölcsönzőt is azért szeretnénk egy következő pályázatból, vagy valami olyasmit, hogyha meg tudsz állni egy horgász, akkor tudja eltölteni az idejét, mert akárhogy nézzük, vannak a tavak, de egy folyóvízen horgászni teljesen más feelinget jelent, mint egy tóra lemenni, mert itt lehet vándorolni, lehet nézni, ott meg egy tónál adott a helyzet. Egyik kockáról a másikra akarjuk, egy nagyobb projektre várunk, mert gyakorlatilag itt van a Tiszapart, most már öltözőket rakunk ki, az állandó, úszómesterünk állandóan van, de például ezzel vagyunk, hogy se egy csúszda rendszerünk se. Valami ilyesmi akarnánk, hogy tényleg az legyen, hogy öröm legyen kijönni, úgymond kis pénzért, mert megéri egy felnőtt családnak eljönni idegenből is, hogy jól akarja magát érezni, de az viszont továbbra is az kell, hogy az utak legyenek fejlesztve, hogy tudjanak eljönni normális körülmények között, ne kelljen az, hogy hol akad el az ember, de tudjon a egyéb szórakozási lehetőséget csúszdázni, ezért van a kajakkenút is, ezért akarunk ezért kell vennünk kajakkenut is, hogy tudjanak kajakkenut kibérelni, úgyhogy ezt egy, egy rendszert kell felépíteni. Ez igaz, hogy kis apró lépésekkel fog, nem, nem tudok hirtelen nagy dolgokat ígérni, de azért, hogyha elkezdünk valamit, akkor már egy meglévő működtetéséhez egyszerű valamit, hogy már látják, hogy igen, van forgalom, ide érdemes pályázati pénzt belefetszölni a történetbe, főleg, hogyha a egyszer megindulna tényleg a biciklis, a biciklis turizmust fogjuk még nagyon várni, mert úgy néz ki, hogy elkezdődött már a, a a koronájának, a töltéseknek a bicikli utá, átalakítása, kialakítása, akkor lenne tényleg, hogyha kialakulna az, ami több helyen hallottam, hogy Tokajtól Tiszabecsig el lehetne menni a töltésen. Akkor jó lenne a szálló vendégeknek, van egy ifjúsági táborunk, amit sajnos nem üzemeltetünk, mert vállalkozónak van kiadva, hogy azt szeretnénk tényleg, hogy a gyerekekkel megtölteni ezt az egész történetet össze, meg itt, hogyha kimegyünk az ártérbe, akár lehetne gombaszedéstől, gyógynövénygyűjtéstől megismerkedni az embereket, hogy milyen az az önellátó úgymond nem is gazdálkodás, mert ez gyűjtögető életforma, de lehet, hogy valaki ebből látná a fantáziáját, hogy most ő össze a csipkebogyóját itt fogja megszedni az eltérbe. október elején komoly gazdaságfejlesztést ösztönző beruházást jelentett be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A vásárosnaményban működő Swiss Chrono Kft. bővíti gyártókapacitásait, amelyhez a kormány 1 milliárd forintos támogatást biztosít. A városban emellett a turisztika és a marketing munka is kiemelkedő volt 2023-ban. Az elmúlt egy év legfontosabb történéseiről Iván Auril beszélgetett Filep Sándorral, vásárosnamény polgármesterével. Vendégünk a stúdióban tehát Filip Sándor, Városos Ramén polgármester, jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm, is nagy tiszteltel köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Hogyha egy évvel ezelőtt beszélgetnénk, vagy beszélgettünk, akkor a beszélgetésünk javát azt tette ki, hogy oroszokra háború miatt nyilván óriási nyomás nehezedett a egy Ramén önkormányzatra is. Ebben az évben volt-e ilyen jellegű feladat, vagy inkább már azért ez a az érdeklődés úgymond lanyhult? Szerencsére maga a mozgás azért visszaesett jelentősen, de azt látjuk, hogy nagyon sok ukrán család itt találja meg a találkozási pontot. Azt érzékeljük, hogy rengeteg autó megy át a városon. Mindig elmondom, és sajnos nincsen elkerülő útunk, tehát mindenki, aki a határ felől közeledik hozzánk, az, az a várost érinti. És uh, ugye Barabás, Beregsurány, Lónya, mind, -mind olyan határátkelő helyek, ahonnan az irányvásáros namény. Azt látjuk, hogy segítségintes szempontjából az adományozás még mindig működik, és a járással együtt dolgozunk ezen a területen is, illetve még a két héttel ezelőtt is a barabási polgármester, barátom kért meg raktározott. Feladatokra, hiszen a segítség az adomány még mindig érkezik, és ennek az elosztásán dolgozunk majd. Ha már találkozási pont vásárosnamény, akkor nyilván nem csak ebben a szorult helyzetben, hanem egyébként is szívesen látogatnak vásárosnaményba, főleg a nyári időszakban. Turisztikai szempontból hogyan zár most a város? Ugye Vásáros nem, hogy a Berek szíve, még az üdülőközpontunk is a Berek szíve nevet viseli Gergely Ugornyán. Egy tartalmas, mozgalmas évet zártunk, amire azért készültünk is, hiszen évelejétől folyamatosak voltak a városban a, a programok. A tavaszi zsongással indultunk, majd Kis Gyermeknap, aztán a Bergen-Gúzia Fesztivál. Azt látjuk és érezzük, hogy a Tiszaparton akkor van jelentős mozgás is, komoly programok, hogyha az önkormányzat ebben szerepet vállal, akár a, a civil szervezetek, akár az egyesületek által, akár mint önkormányzat, hiszen egy jó koncert, egy jó fesztivál megszervezése mindenképpen igényli azt, hogy az önkormányzat a háttérben ott legyen. Ugyanakkor azt is látom, hogy vannak helyi vállalkozók is a Tiszaparton, akik próbálnak programokat szervezni, gondolok itt a Fész Fesztiválra, és bízunk abban, hogy a fiatalok itt meg is találják a kikapcsolódási lehetőségeiket. Ami nagy kérdőjel, hogy hogyan tovább Gergely ugornia, hiszen mindig fölmerül az, hogy ne mozduljunk el a családok irányában, hiszen a családok, akik kisgyermekekkel érkeznek, nem biztos, hogy a szombat éjszakai nagybulizást örömmel fogadják, de igyekszik az önkormányzat, a képviselőtestület felelősséggel eljárni, hiszen nekünk sem mindegy az, hogyha figyelembe veszük a fiatalok megváltozott kikapcsolódási, szórakozási formáit, ezek teljesen átalakultak. Most már nem úgy van, mint gyermekkoromban, hogy éjfél gyere haza fiam, hanem akkor kapsz egy büdös pofon, tehát ez már nem működik. 11 órakor indulnak a fiatalok, és ez bizony hajnal 4-ig, is eltart, de mégis fontos az, hogy legyen egy olyan hely, ahol összetudnak gyűlni ezek a fiatalok, és tudnak egy jót szórakozni, kultúrát lehetőségeket figyelembe véve, ezen dolgozunk, és nagyon fontos, hogy ez biztonságban tegyék, tehát a tiszabad biztonságára is próbálunk odafigyelni. Valahogy szét lehetne választani, hogy bizonyos területen a családok vannak, és akkor tíz körül már alszanak a gyerekekkel együtt, és a másik területen pedig a fiatalok? Akár, akár a hely, helyben szétválasztva, akár időben egy kicsikét szétválasztva, de talán az igazi megoldás az az lehetne, hogyha hangszigetelt helyeket tudnánk létrehozni. Nagyon sokan panaszkodnak a városban, ugye a Tisza, az az, az hogy felerősíti a, a zenét. Tehát lehet, hogy Gergely-Gornyán, a Gergely-Gornyán település részünkön kevésbé hallható a zene, mint mondjuk bent a belvárosban, amit a víz, a folyók ugye felerősítenek, hiszen a folyókból is van nekünk négy, tehát ezek ugye mind-mind ilyenkor segítenek a hang további erősítésén. A folyópart milyen állapotban van? Ugye árvízünk volt a múlt héten, most már apad, a tisza visszaállt a rend, azért minimális károkat okozott még így is, hiszen ilyenkor megszóltuk már, hogy december elején, vagy végén, vagy január elején mindenképpen azért kimozdul a medréből, és megmutatja magát. A nyár örömei mellett ilyenkor a feti vízigel együtt azon dolgozunk, hogy minél kevesebb legyen a kár. Az eu ilyenkor azonnal ö, leveszi az áramot a partról, és ö, aki gondos gazda, aki odafigyel a nyaralójára, ny azt tudja, hogy itt azért legkésőbb októberben, novemberben minden értéket föl kell vinni a felső szintekre, és akkor kevésbé lesz majd kára. De visszatérve a turisztikai szezonra, egy nagyon szép nyarunk volt, hiszen vásárosna még mind a víziturizmus, mind a kerékpáros turizmus, a középkori templomok útja, halászati turizmus, horgászati turizmus és a vadászati turizmusnak is egyik kiemelkedő pontjává nőtte ki magát. Mindig elmondjuk azt, hogy az, ahol az M3-as autópálya véget ér, ugye vásáros még a, a berek szíve ott kezdődik, és valóban egy vendégszerető vidékezés. Nem csak vásárosta, mint emelném ki, hanem a beregi szatmári embereket is, akik odafigyelnek arra, hogy aki ide eljön, az ne azt mondja, hogy egyszer, kétszer voltam már itt először és utoljára, hanem jöjjön majd jövőre is, és azt követően is látogasson el hozzánk, hiszen az ízvilág, a gasztronómia és a barátság, az odafigyelés az mindenképpen jellemzi ezt a vidéket. És egy szakma is elismeri az előfeszítéseiket, hiszen idén is, mint ahogy szinte majdnem minden évben beszámoltunk arról, hogy marketing gyémándiát kapott a város, a város marketing területén. Ez fontos? Ezek a szakmai elismerések is fontosak? Igen, ezek fontos elismerések, mert ezt gyakorlatilag a szakmától kapjuk, és bár idén egy kicsit gyengébben szerepeltünk, mint tavaly, de azért ennek megvannak az okai, hiszen azért a, a, a COVID után, a COVID-ból kilábalva, egy energiaválságot csökkentünk, és a, a háborús szomszédság azért mindenképpen oda vetette, hogy mással is kellett foglalkoznunk. De az idei 5 gyémánt én más síkra és más polcra tenném, hiszen idén végre nem csak Nyiregyháza és Mátész, nem, nem csak Nyiregyháza és vásáros, nem én pályázott a hanem ott volt Máté Szalka is, és ez a hármas egység azt hozta, hogy ismét a Nyíregyháza lett a marketing főváros az országban, ami mindenképpen nagyon fontos dolog, és marketing aktív megye is, Zavoszat már Bereg Vármegye lett. Ez egy csapatmunkának az eredménye. Nagyon jó az, hogy mindig van magunkból mit megmutatni, mindig vannak olyan programjaink, amelyet a szakma is elismeri, és nekünk a legfontosabb az, hogy ezeken a programokon a lakosság is érezze jó magát. Ez lehet kulturális program, lehet egy kiadvány, lehet bármilyen olyan esemény, rendezvény, amire felkapják az emberek a fejüket. A turizmus mellett a gazdaság más területen is jól ö, szerepelt ebben az évben. Beszámoltunk arról, hogy a Swiss Krono egy nagy cég van bővítette bővíti a kapacitását. Mit lehet erről tudni, és a gazdasági tekintetben hogyan ér véget ez a 2023-as év? Alapvetően azt látjuk, hogy érdekes gazdasági szempontból ez esztendő, hiszen ilyenkor még mindig a, a, az előző évekre kell visszapillantanunk, hiszen az elmúlt két-három évben a Swisscron olyan eredményeket produkált, ami, ami világcsúcs számukra is. Tehát ilyen 600-700 millió forintos iparizési adóbevétele volt a városnak abból, hogy az árbevétel, amit ők produkáltak, ez ezt eredményezte. Ugyanakkor most azért a háború okán volt egyfajta visszaesés, az építkezések egy kicsikét leálltak, tehát most de kell kevesebb lesz az iparőzési adó mérték, amelyet ők fizetnek be, de azt is látjuk, hogy a gyár mindig előre menekül, a gyár mindig előre lép, és mindig fejleszt. Ennek tükrében új gyártósorok épülnek majd, és gyakorlatilag egy olyan présetlemez gyártósor épül, ami a jövőben 80 ember munkáját biztosítja pluszban, a meglévő 150-160 fő mellett. Tehát van egyfajta előrelépés a munkaerőben, és egy új alapanyag, egy új terméket is gyártanak majd. Az alapanyag szükségletük, az, az megvan, látjuk, a gyárudvarán folyamatos a, a beszállítás. Nagyon fontos a az, kiemelni azt, hogy ők is érzékelik, és érzékelték azt, hogy a, a várost is terheli az a óriási kamionforgalom, ami hozzájuk napi szinten beérkezik, hiszen ez 100-120 kamion, és ez növekedni fog olyan 60-70 kamionnal még a jövőben, 24 év végén, 25 év elején. Épp ezért együttesen ismét a, a külügyminisztérium felé éltünk egy beadványjal, amely kapcsán szeretnénk hogyha lenne legalább egy elkerülő útunk. Közös munka, közös a teher, de közös a siker is. Úgy vélem, hogy valamennyi gazdálkodó egység a nehéz időszakon most már túl van, és érdekes módon ez minket mégis jövőre fog majd valamilyen, valamilyen formában sújtani, hiszen a, a tárgyévet megelőző esztendő mindig az alapja a iparizási adóknak, és ebben látunk most egyfajta visszaesést, de hát azért vagyunk, hogy ezen dolgozzunk. Idén is a stabil költségvetést állítottunk össze, és most is azon dolgozunk, hogy a 24-es költségvetésünk biztonságos, tartható és takarékos legyen, de próbáljuk meg azokat a szolgáltatásokat nyújtani a lakosság felé, amelyeket eddig megvalósítottunk, amelyeket eddig felépítettünk, hiszen egy dolgot sosem fejthet el egy önkormányzat, egy önkormányzati vezetői egy polgármester és egy képviselőtestület, hogy a lakosságért vagyunk, értük dolgozunk. Más területről érkezette, vagy van-e érdeklődés a település, a város iránt más jellegű befektetők Folyamatosan Ilyen, van -e? érdeklődés, csak Vásos nem egy speciális helyzetben lévő település, hiszen ugye több település részből állunk, önkormányzati területeink nem igazán vannak. És amikor olyan igény merül föl, hogy lenne 2000-3000, esetleg 5000 négyzetméteres raktárunk, amelyekben el lehetne kezdeni valamilyen termelést, akkor ez, erre nemet kell, hogy mondjunk. Azt látjuk, hogy az ipari területünk itt a 41-es mentén nagyon szépen megerősödött, abban vannak még azért tartalékok, illetve kiemelni még a régi üveggyárat is, hiszen a régi üveggyárt területén folyamatosan látjuk azt, hogy, hogy van mozgás, és azért, amikor negatív fényben tűnt föl a akkor a ruhagyár bezárásáról beszéltünk. Most legalább három helyen folyik a városban ilyen jellegű tevékenység, azaz a szabászat, a, ruhakészítés, a varoda, az mindenképpen tovább mozdult, de ha végigjövünk az ipari területünken, akkor láthatjuk azt, hogy a, a, annak az elején most egy savanyi épül, a kisbéker folyamatosan fejleszt, egy kicsikét beszéljünk haza, itteni, numen, ezek mind, mind nagyon komoly termékek, ki kell a hajdútésztát, a frontalitot, a b a, a balászpidet, tehát nagyon sok olyan cégünk van, akik ezen az ipari dolgoznak, az Austria Juice, hiszen a második legnagyobb cégünk az Austria Juice, a Swiss ugye már szóltunk, aztán a Sitiker, tehát nagyon sok olyan cégünk van, amelyek odafigyelnek arra, hogy a város mindennapi életébe is kapcsolódjanak be. Ez azért mondom el, hiszen advent a várakozás idején vagyunk most, és amikor vasárnaponként összegyűlünk és meggyújtjuk az adventi koszorunkon a gyártyát a Szent Istvánkorban mindig van egy szeretett vendéglátó közösség, ezen a hétvégén éppen az Fiszkoló volt, azt megelőzően a baptisták, jövő héten a képviselőtestület, tehát egy zárt rendszerben nagyon sokan odaérnek, és ez a zárt rendszer éppen azért ilyen zárt, mert nyitott bárki jöhet, aki ott szeretne lenni, egyházi holtartozásról függetlenül, hiszen úgy vélem, hogy ezek a egyházi események, az advent, maga a karácsony Jézus születése, ez mind egy lehetőség, hogy az advent a szeretet útján elvezessen bennünket a karácsonyhoz. Hogyha van gazdasági fejlendülés, akkor szükség van például bölcsődékre is, ebben is erősödött idén a város. Így van, nagyon büszke vagyok arra, hogy 2016-ban kistérségi összefogással pályáztunk egy bölcsődére, amelyet azóta is kistérségi szinten üzemeltetünk, és ami óriási dolog, amire eddig nem volt példa vásárosnagyban, kivéve a lónyai uh, baptista szakképzőt és uh, technikumot, hiszen ők baptista fenntartásban voltak, megmozultak az egyházak városunkban is, és uh, idén átadásra került egy református bölcsőde és óvoda a városközpontban, azt megelőzően a vitkai település részünkön két mini bölcsődés csoporttal szint a református egyházközség működtet bölcsődét, és hamarosan átadásra kerül egy görög katolikus egyházi bölcsőde és óvoda. Nagyon sokan óva intenek minket ettől, hogy miért jó az a városnak, hogyha van egyház intézménye, és úgy hiszem, hogy az egyházi intézmények még az önkormányzat intézményeken túl is egyfajta pluszt tudnak adni az odajáró gyermekeknek, és egyfajta terhet is, egy jó értelemben, mert úgymond édes terhet is levesznek rólunk, hiszen nekünk éves szinten dönteni kell arról, hogy a óvodai csoportokban a létszámot mindig emeljük 10-20 százalékkal. Na most nem mindegy az, hogy egy óvodás csoportban 29-30 gyerek van, vagy esetlegesen 20-22. Tudjuk azt, hogy nagyon sok most már az olyan gyermek, aki valamiféle nehézséggel küzd, akár diszlexiás, diszkalkuliás, akár autista, és úgy vélem, hogy a rájuk és a velük történő foglalkozásban egy olyan kapacitás szabadul fel az óvónők a dalkák részéről, ami mindenképpen segíti azt, hogy kisebb létszámban dolgok, ez segít, hogy, minden, kisebb létszámban dolgoznak, illetve az, hogy az egyház intézmények is megjelentek a városunkban. Egy város akkor kelek, hogyha ezeket a apró mozaikokat összerakjuk. Úgy vélem, hogy Vásosnagyban ezeket a mozaikokat szépen összerakja a város lakossága, és ebben nekünk, mint képviselőtestületnek, mint, mint polgármesternek koordináló katalizátor szerepem van. És még arra is volt energia, hogy elinduljon ebben az évben a Gergely-Jugonyai városrészben az iskolának a korszerűsítése. Így van. most a Gergely város részt erősítjük olyan szempontból, hogy a Petőfi tagintézmény egy durán 500 millió forintos energetikai korszerűsítésen esik majd át, az előkészletek elkezdődtek, és jövő évben reményeink szerint megvalósul ez a projekt. Nyilván nyilázzárócsere, hőszigetelés, napelemes rendszerek, talajszondás hőszivattyús rendszerek kiépítésére kerül sor, ezen kívül pedig az iskolaút és a Betlen Gábor utcát is teljesen felújítjuk, ehhez kapcsolódóan pedig a nemrég időszakban a General Providenciával együttesen egy Pályázati forrásból egy Okozzébrát is átadtunk ezen a település részen. Nyilván odafigyelünk valamennyi település részünkre, hiszen a központban fordulnak meg a legtöbben, de a Vitkai település rész, a Perintanyi és a Károlytanyi is ugyanúgy szívünk, ugye, de mindent a maga módján, a maga idejében. Egy gondolat már csak így a beszélgetésünk végére, a jövő évben melyik lesz az a legfontosabb fejlesztés vagy kihívás, amelyre mindenképpen oda kell majd figyelni. Van még egy nagyon komoly városfejlesztési projektünk, és ezen, azt mindenképpen el kell mondjam, abban nagyon sok elemet sikerült megterveztetnünk, és fel fogunk újítani. Olyan helyeket, mint a, a központi rész, a műfüves pálya, parkok felújítása, zöldítés, csatornarendszerek tisztítása, felújítása, kerékpárutak rendszerbe foglalása, és ezen kívül pedig a Kraszna sétány, ami egy olyan lehetőség számunkra, hiszen ahogy mondtam, Szamos, Kraszna, Tisza, túr, négy folyóvárosa vagyunk. Most a Kraszna sétányt vinnénk be a azáltal, hogy megmutatnánk a város lakóknak és az ide érkezőknek, hogy bizony itt egy krasznat iszatorkolatnál is csodát lehet látni, föl lehet menni majd a kilátóra, lehet menni egy függőhidon, lehet egy út sétálni, hiszen közel egy kilométeres kerékpárút, egyszer bocsánat, közel egy kilométeres sétány épült, ami persze lehet gyalogosan és kerékpár is közlekedni majd, és van egy nem titkolt célunk, hogy egyszer majd a tiszai tanyahajózás vásárostaminyánál érjen majd véget, és ezen is dolgozunk majd a jövőben polgármester eredményes jövő évet kívánok, és köszönöm, hogy vendégünk volt. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet. Megújult a Tivadari Volt úttörő tábor. Több funkciós közösségi tér, kerékpárkölcsönző, kerékpártároló és javító épület, belső sétány és parkoló is épült. Többek között ezeket az elemeket is tartalmazza a Tivadari Kemping felújítása, illetve szolgáltatásainak bővítése, amely a megyei turisztikai projektből valósult meg. Közel 150 millió forintból. A szatmár régió egyik leglátogatottabb üdülőterülete Tivadar. Itt található a felsőti szavidék egyik legnépszerűbb szabad strandja, de a település a vizitúrák kedvelt megállóhelye is. A parthoz közel található ifjúsági tábor évtizedekkel ezelőtt az iskolás csoportok közkedvelt kirándulóhelye és többnapos szállóhelye volt. Most egy turisztikai projekt keretében megújult. A Tivadari úttörő tábor nagyon romos állapotban volt az elmúlt évtizedek alatt az árvizek elöntések miatt ezek a funérlemezes épületek tulajdonképpen szinte megsemmisültek, és ennek az újjáépítése történt meg, illetve egy részének az újjáépítése az első ütemben, és emellett, hogy újjáépítettük, egy funkcióváltás is történt. Természetesen ahogy alakul a turizmus, ahogy az igények fejlődnek úgy nekünk is lépés kell tartani ezzel a változással. És ami jó hír, hogy ezt a beruházást nem önállóan, hanem a Szatmár Bereg integrált turisztikai fejlesztés program keretében végeztük el. 22 konzorciumi partner fogott össze annak érdekében, hogy egy olyan turisztikai csomagot tudjunk kínálni az ideérkezőknek, amely minden igényt kielégít, és Tudjuk biztosítani azt, hogy több napon keresztül érdekes attrakciókban vehessenek részt az ideérkező látogatók. És Fehérgyarmati Fejlesztés is tulajdonképpen egy ilyen szegmens ennek a nagy turisztikai kínálatnak. Igazából mi az ökoturizmus részében vettünk részt a programnak, tehát elsősorban csak családok irányában mozdultunk el, és az a turisztikai attrakció, amelyet megvalósítottunk Tivadar Tiszaparton, az tulajdonképpen a családok, a kisgyermekes családok, illetve a kerékpározni, tehát az aktív turizmusban résztvevők számára nyújt lehetőséget. Ezt toppos forrásból sikerült megvalósítani ezt a beruházást. Közel 150 millió forintot költöttünk tulajdonképpen az ifjúsági tábornak a rendbetételére. Ennek jelentős része az építési beruházás, és természetesen más eszközbeszerzések is folyamatban vannak, még tulajdonképpen nem zárult le a, a projekt. De az építési beruházásunk túl vagyunk, én azt gondolom, hogy sikerült olyan ö, időálló ö, technológiát alkalmazni, amely az árvizek esetén is ö, tulajdonképpen ö, ezek a házak ö, változatlan minőségben fenn tudnak maradni hosszú évtizedeken keresztül. És hát nézzük meg, hogy mi is az, amit igazából mi adtunk hozzá ez az integrált fejlesztéshez. A mi fejlesztésünk, ahogy mondtuk, a családokra épülnek, tehát gyermek foglalkoztatón keresztül, ökoturisztikai, tehát madár megfigyelő szoba, tehát tulajdonképpen elmondhatjuk azt, hogy minden olyan szolgáltatást nyújtunk, amely a kisgyerekes családok részére is lehetőséget biztosít. Tehát lehetőség van arra, hogy megmelegítsék az ételt, tisztába tegyék a gyermeket, illetve hasznos foglalkoztatások, foglalkoztatók lesznek, tehát programok lesznek, így tulajdonképpen a gyerekeket le tudjuk kötni, és természetesen a gyerekneveléssel járó egyéb feladatokat is el lehet végezni ebben a közösségi térben. A Szatmánberek turisztikai kínálatának integrált fejlesztése elnevezésű projektet a Fehérgyarmati Önkormányzat valósította meg. A támogatásból több funkciós közösségi teret, mobil Mobilszínpadot és trendlo dobapáját, madár megfigyelő szobát, belső sétányt és parkolót alakítottak ki. Emellett az aktív turizmust is támogatják. Tivadar községben több kerékpár útvonal összeér, hiszen mégisak egy folyami átkelő helyről beszélünk, és így természetesen helye van egy olyan kerékpáros központnak, amely tartalmazza a kerékpáros, kerékpár túl a kerékpáros javító műhelyt és egyéb más kényelmi funkciókat. Tehát azt gondolom, hogy az elkövetkezendő időszakban a tábor megtelik élettel, és programot tud nyújtani az aktív turizmus iránt érdeklődők számára. Valamint a programnak a harmadik Úgymond pillére a nagyobb közösségi tér, tehát lehetőség van arra, hogy csoportok, akár iskolás csoportok, akár baráti közösségek is, Strandl papdán keresztül, mindenféle szolgáltatást igénybe vegyenek, és nagyobb rendezvényeknek is helyet tudjunk adni, sőt még úgynevezett szabadtéri színpad is épült, amely lehetőséget biztosít arra, hogy ott kulturális rendezvények is megtartásra kerülhessenek. Ezeket a turisztikai attrakciókat a családoknak, főképpen a kisgyermekes családoknak és az aktív turizmusban résztvevőknek ajánlják. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc legközelebb új műsorral szerdán jelentkezünk, akkor többek között a civil összefogásból megvalósuló karácsonyi adományozó akcióval is foglalkozunk, várjuk Önöket akkor is viszontlátásra.